A Videoton Oktatási Központban a Székesfehérvári Balettszínház otthonában tartotta meg első klub délutánját a most életre hívott balettbarátok köre. Egerházi Attila társulat igazgatója és művészeti vezetője régi álma vált valóra a baráti kör megalakulásával. Most jött el az ideje, hiszen most már a negyedik színházi évadunkat kezdjük meg, ami relatívan sok, relatívan kevés, de viszont most már kialakult egy olyan törzsközönsége Székesfehérváron a Balettszínháznak, ami persze természetesen egyre bővül, amire már lehet alapítani olyan fanatikusokat, akik beleszerettek ebbe a műfajba, mármint a kortárs táncszínházi műfajba, egyre többen lesznek, nyilván kevés létszámmal indulunk el, de én abba bízom, hogy ez az évek során a balettbarátok köre az egyre dúsulni fog. A találkozón Krisztina Porrez Mormeneo, a társulat balettmestere és vezető táncosa elmondta, a Beethoven zenéjére épülő, a koronavírus járvány miatt eddig elhalasztott Prométheus darab bemutatójára is sor kerül. Nagyon-nagyon izgalmas új bemutatónk vár minket. Használjunk tüzet a színpadon, amit a táncosok már, amikor láttak a videón, nagyon tetszett nekik. Persze az nem igazi tűz. És a darabról az lehet mondani, hogy a Prometheusról és a Pandora egy szerelmes sztori. Nagyon viccesen, egy nagyon komoly dolgokat vannak bent is, érzelmileg, és szerintem nagyon fog tetszeni a közönség, mert teljesen más világhozunk most a színházban. A Székesfehérvári Balettszínház kezdeményezése a kortárs táncszínház iránt érdeklődőket szeretné megszólítani. Mint az első találkozón elhangzott, szeretettel hívnak és várnak mindenkit, aki szeretne betekinteni a színfalak mögé, részt venni a társulat klub délutánjain, a premierek utáni fogadásokon, illetve közösség találkozókon, mindezt a kedvezményeket jogosító kártyával.